Sziasztok! A mai egy az egy interjú vendége Boér Gábor labdarúgóedző. Szervusz, köszöntelek itt a műsorban. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia, köszöntöm én is a nézőket. Hogy vagy most, és mit csinálsz azóta, mióta legutóbbit jártál? Egy néhány hónappal ezelőtt már voltál vendég itt az egy az egy interjúinkban. Hát ugye akkor még azért aktívan dolgoztunk, illetve akkor készültünk, zártuk az előző szezont, és készültünk a következő szezonra a felkészülésre. Nyilván az egy sokkal aktívabb feladat volt, illetve egy időszak. Most jelen pillanatban azért sokkal nyugodtabbak a napjaim, és kevésbé mozgalmasak. Most azért több idő jut ilyenkor nyilván a barátokra, a családra. Nagyon keveset voltam otthon ebbe az évbe, illetve az elmúlt időszakban nagyon ritkán sikerült hazajutni, úgyhogy most ezeket a dolgokat próbálom pótolni. Te ajánlottad fel a lemondásodat, miközben az MTK elleni 2-0-ás vereséget követően Zalaegerszegen. Hogy emlékszel vissza az Zetén-nél töltött időszakodra? Igen, ugye valamilyen szinten két részből állt, hiszen a tavalyi szezon végén ugye egy olyan helyzetbe kerültünk a klubhoz, illetve vissza a klubhoz egy olyan helyzetbe, amikor azért picit kezdett forrósodni a talaj a talpak alatt, és ugye veszélybe került az NB1-es tagság is, illetve volt egy kupadöntő, és a csapatnak a rossz formája miatt történt a változás, illetve a váltása a kispadon, akkor azt nagyon jól tudtuk teljesíteni, ugye ott elég gyorsan tudtuk stabilizálni a csapatnak a formáját, illetve a győzelmek is megérkeztek, meg tudtuk nyerni a Magyar Kupát, illetve bemaradt cson nélkül a csapat az első osztályba, és ugye ezáltal jött a következő feladat az idei év. Ez egy picit nehezen indult, hiszen már a nyári átigazoláskor is voltak távozó játékosok, volt meghatározó játékos, aki már akkor eligazolt. Ugye Nebén Patrikot elveszítettük, mint válogatott keret a kapust, illetve a Kánoki Kis Dávid is eligazolt a csapattól. És azt gondolom, hogy a két játékosnak a távozása, ugye a Dávid volt a csapatkapitány, a Patrika helyettese, azért nagyon megérintette a csapatot, és a mindennapokban azért lehetett érezni azt, hogy két ilyen karaktert, két ilyen vezért elveszít a csapat, és a vezetőség is úgy volt, hogy nézzük meg, hogy a keret az mennyire maradt erős, nézzük meg a bajnokság elejét, nézzük meg a konferencialiga mérkőzéseket, hogy tudunk helytállni, illetve magát a felkészülést, hogy fog kinézni a csapat, és majd, hogyha ezt látjuk, akkor utána leülünk és átbeszéljük, hogy hol kell erősíteni. Ugye csináltunk egy nagyon jó felkészülést, és tényleg olyan eredményeket is értünk el, és a játék is olyan volt, hogy a bizakodásra adott okot, és akkor mindenki szerintem egy picit el lett altatva, köztük mi is, és azt gondoltuk, hogy rendben vagyunk. Következett a két konferencialiga mérkőzés, ahol szintén azt gondolom, hogy játékban abszolút helytáltunk egy magasabban kvalifikált csapattal szembe. És mit gondolsz, hogyha nem az eszék ellen kellett volna pályára lépni, akkor talán máshogy is alakulhatott volna? Nemzetközi porondon való szereplés? Én azt gondolom, igen, hogy ott tényleg a csapat nagyon bizalommal rendelkezett, azért kupagyőztesként kerültünk ugye az európai porondra. Mondom, jól sikerültek a felkészülési mérkőzések, még akkor is, ha tudjuk azt, hogy abból nem lehet azért messze menő következtetést levonni. De biztos vagyok benne, hogy ha egy kicsit alacsonyabban rangsorol csapattal találkozunk, akkor akár tudtunk volna menni egy kört, vagy szerencsés sorsolás. Igen, épp itt nálunk nyilatkoztat, hogy nem turistának mentek. Igen, és ezt így is gondoltuk, és tényleg sikerült jól feltérképezni az eszék csapatát, és azt gondolom, hogy sikerülteket valamilyen szinten meglepni is. Ugye a kinti mérkőzésen az volt az első mérkőzés, a 93. percre kaptuk a gólt, és a 0-0 talán az első mérkőzés, akkor megint csak egy ugye kedvezőbb helyzetbe tudtuk volna állni a visszavágót, és a visszavágó is abszolút egyenrangú partnerei voltunk, sőt azt gondolom, hogy föléjük kerekedtünk játékban, de gólokat nem mi szereztük. Van benned hiányérzete ezzel kapcsolatban? Igen, mert nagyon rutintalan volt a csapat, és talán egy kisítő is, vagy egy kicsit kisítő is volt, és csak akkor kezdtünk el benne hinni, amikor már éreztük a meccs közben, amikor már hátrányba kerültünk a második mérkőzésen, hogy abszolút tudjuk ezt a szintet játszani, képviselni, sőt, tudjuk irányítani a játékot egy ilyen csapat ellen is. Az biztos, hogy a minőségileg azért hiányzott a játékunkból a jó befejezés, illetve a gólok.
de a játék többi elemében egyébként rendre az eszék felé tudtunk kerekedni. Nyilván ebbe mérik, tehát hogy beszélhetünk itt bármiről, ettől függetlenül mondhatja bárki, hogy simán kiestünk. Én mégis azt gondolom, hogy így ilyen rutintalan fiatal csapattal, nemzetközi szinten teljesen rutintalan csapattal abszolút helytáltunk a nemzetközi porondon is. És utána a bajnokságot tekintve? Igen, és utána ugye a bajnokság már ment, és nem is kezdtünk jól, ugye rögtön egy hazai vereséggel kezdtünk, de sikerült azért a következő fordulóba javítani, és mindenki azt gondolta, hogy ki fogunk egyenesedni, a játékunk azért helyek közel rendben is volt, viszont arra nem voltunk felkészülve, még mi sem, a stáb sem, hogy azért sorra mennek majd el a meghatározó játékosok, és ugye az augusztusi időszakban, illetve a szeptember elejéig bezáró időszakban eligazoltak azért a meghatározó játékosok, a Mocsi Attila, a Tajti Matyi, ide sorolnám az Ikobát is, aki annak ellenére, hogy nem volt stabil játékos, a tavalyi szezont meghatározó játékosként töltött Egerszegen, Gergényi Bence. Tehát elmentek olyan játékosok, akik azért kezdők voltak folyamatosan, és ugye ment a bajnokság. Nekünk úgy kellett volna őket pótolni már a bajnokság közben, hogy vagy aki érkezik nagyon gyorsan beilleszteni a rendszerbe, vagy aki esetleg ott volt a keretbe, ő nekik gyorsan vezérszerepet kiosztani. Ez azért nagyon nehezen ment, és a magyar öltöző átalakult egy nemzetközi öltözővé, az ő pótlásukat külföldi játékosokkal tudtuk megoldani, és az érződött azért a csapategységen is, hogy ez a folyamat ez nem megy egyik napra a másikra. Meg kellett találni azokat a karaktereket, akik át tudják venni a folyamatosan távozó csapatkapitányok szerepét, ugye Kálnoki Kis Dávid, Emin Patrik, Tajti Matyi, Mocsi Attila, mindegyik betöltött valamilyen pozíciót, vagy csapatkapitány volt, vagy helyettes volt. Azért azt gondolom, hogy ez nagyon ritka egy csapat életében, hogy 3 hónap alatt elveszíti az összes kapitányát vagy helyettesét. De hogy tudtál segíteni a játékosoknak, hogy ezt a helyzetet tudják kezelni? Hát rengeteget próbáltunk hatni rájuk beszélgetés formájában, én mentálisan próbáltam őket erősíteni, és talán egyébként az érződött, hogy a játék működik, a játék rendben van, de egyszerűen nem tudunk eredményesek lenni, nem tud átszakadni az a gát. Nyilván a... Mi lehetett ennek az oka? Mi hát volt az a gát? Egyik szempontból nyilván ilyenkor, amikor ennyire lejtmenetbe kerül egy csapat, és hiába jó a játék, ha nem jönnek az eredmények, az önbizalom az komolyan sérül. Ráadásul eltűntek azok a játékosok az öltözőből, akik ebbe tudtak volna segíteni a karakterük, a személyiségük miatt, és azok a játékosok, akik át kellett volna venni az ő szerepüket, nem tudtak olyan teljesítményt leadni, és nem tudtak olyan vezérek lenni, hogy ez megoldódjon. Úgyhogy nyilván több összetevős volt, nem hárítom el a felelősséget, ebben nekünk is bőven megvan a felelősségünk és a részünk, de nyilván azért egyik edző sem szeretné azt, hogy a bajnokság közben cserélődjön ki a keret. Még akkor is, ha tudtam, hogy a klubnak ez a filozófiája, ez a stratégiája, és kell értékesíteni játékost ahhoz, hogy anyagilag a stabilitás megmaradjon. Ekkora változásra azért nem számítottunk, és azt gondolom, hogy a vezetők is érezték ezt, és tudták ezt, és meg is volt a türelem, de valamiért az ellenséges hangulat ez kezdett nagyon uralkodni, és jobbnak láttam azt, hogyha ha esetleg felajánlom a lemondásom, és ezzel tudok segíteni a csapat mindennapjaiba, hogyha ha kap egy új impulzust, akkor talán könnyebb lesz majd átvészelni ezt az időszakot. Azt említed, hogy ellenséges volt a hangulat, de mindeközben milyen visszajelzéseket kaptál akár a játékosoktól, akár a vezetőségtől, vagy szakmabeliektől? A csapaton belül abszolút semmilyen probléma nem volt, a vezetőséggel szemben sem volt semmilyen problémánk. Én azt gondolom, hogy nagyon kölcsönösen nagyon jó volt a munkakapcsolat a játékosokkal, sőt, nagyon közel álltunk egymáshoz, és tényleg azt éreztem rajtuk, hogy nagyon, nagyon jó partnerek a mindennapokban, a felkészülésekben, a taktikai elemzéseknél mindenre nyitottak, és mindenbe befogadóak. Nyilván az eredményesség, vagy az eredménytelenség az egy picit rányomta a mindennapok hangulatára a bélyegét, de a vezetőkkel is a kapcsolatunk abszolút
jó volt, és folyamatosan tudtunk korrektül értékelni, egyeztetni és felkészülni a mérkőzésekre. Nem is éreztünk ebből egyébként semmit, hogy fogalmaztam ezt az ellenséges hangulatot. Inkább nyilván, amikor jöttek a mérkőzések, akkor nem volt meg az a fajta támogatás a csapat felé, aminek meg kell úgy gondolom, hogy lenni, és majd akkor kell értékelni, hogyha vége a mérkőzésnek, akkor kell értékelni, hogyha ha esetleg eljutottunk egy-egy szakasznak a végéig. A harmadik fordulóban még nem esett ki csapat, én legalábbis nem tudok olyanról, aki harmadik fordulóba kiesett volna, és mindenkinek látni kellett volna azt reálisan, hogy egy óriási átalakuláson megy át a csapat. Én biztos vagyok benne, hogy ki is egyenesedtünk volna, és meg... Nem volt kellő türelem? Ezt sem mondanám, hogy a türelem nem volt meg. Nyilván egy vezetőnek is nehéz a helyzete ilyenkor. Bár nem tudom, de gondolom, hogy nehéz lehet, hogy mit döntsön, hogy döntsön, meddig vár egy-egy döntéssel. Mondom, én is azt éreztem akkor, hogy lehet, hogy azzal tudok segíteni most a legtöbbet, hogy jön egy új impulzus, egy tiszta lap, és ha nagyon gyorsan kell ugye eredményt produkálni, az edzőváltás szokott ilyen eredményeket okozni, akkor tudok azzal segíteni a csapatnak. Én abszolút bíztam magamba, a stábomba, a csapatba, és tudtam azt mondom, hogy ki fogjuk tudni ezt egyenesíteni, de akkor abban a szituációban vezetők azt gondolták, hogy ha már én is így gondolom, akkor lehet, hogy megpróbálják egy új szakvezetővel. Mióta már nem dolgozol az Zalaegerszegen, nézed még a mérkőzéseiket? Vagy követed, hogy... Megmondom őszintén, az elsőt nem láttam, ugye két mérkőzést telt el azóta. Az elsőt nem láttam, az ott akkor még nagyon friss volt. Igen. Viszont most a második mérkőzést láttam, a Diósgyőri összecsapást, és szurkoltam is a csapatnak. Én abszolút úgy gondolom, hogy nekünk is a siker, hogyha az Zalaegerszegen indul fölfelé, és ráadásul a Márton Gabi mondhatom a barátomnak, őnek is szurkolok, hogy sikeres legyen a csapattal, úgyhogy nyilván fogom azért figyelemmel követni, természetesen nem csak az Zalaegerszeg mérkőzését, hanem az összes mérkőzést, és szurkolok nekik, hogy elinduljanak fölfelé. Biztos vagyok benne, hogy ez a keret ennél sokkal erősebb egyébként. Voltak-e azóta megkereséseid? Az első pár hétben abszolút néma volt a telefon, és nem is keresett senki. Nekem is jó volt egy picit egyébként fújni, és egy kicsit ezt az egészet úgy idézőben meggyászolni, hogy talán az ember kicsit kikapcsolódott, és kicsit kevesebbet foglalkozott a futballal. Utána, ahogy visszarázódtunk a mindennapokba, akkor érdekes mondom, de akkor tényleg már volt megkeresés is. Még inkább puhatolózások voltak, nem jutottunk el odáig, hogy konkrétan tárgyaljunk valakivel. El tudod képzelni magad valamelyik csapatnál? Van olyan vágy vagy cél, amit így kitűztél magad elé? Abszolút. Ezt meg is fogalmaztam többször is, hogy nem értékelem kudarcnak az elmúlt időszakot. Nagyon nehéz helyzetben vettük át tavasszal is a csapatot. Az első érában, amikor még Zalaegerszegen dolgoztunk, akkor úgy kerültünk a csapathoz, hogy 15 játékos távozott. Most, amikor ugye tavasszal át kellett venni, mindenki azt mondta, milyen szerencsések vagyunk, kupadöntő, csak veszíteni tudtunk rajta, hogy azt a kupadöntőt elveszítjük egy másodosztályi csapat ellen, mindenki a fejünket veszi. Így mindenki azt mondta, hogy ez természetes volt, és nem is a mi érdemünk, de azt gondolom, hogy nem volt egy könnyű helyzet, ráadásul a bemaradás. Ott bele kellett nyúlni, akár a csapatba, akár a játékot tekintve, ott azért nem sok időtök volt, de mégis azért volt. Igen, hogyha valaki figyelemmel kísérte, akkor változtattunk a rotációs rendszeren, kicsit a felállási formán, változtattunk minimálisat a taktikán. Több helyen lenyilatkoztam akkor is, hogy egy nagyon jó állapotú csapatot kaptunk, és fizikálisan nagyon jó felkészített csapatot. Mégis azt gondolom, hogy kellettek azok a változások ahhoz, hogy zökkenőmentesen megcsináljuk a ránk bízott feladatot. És most megint egy nagyon nehéz helyzetbe kerültünk a nyár folyamán, hiszen ugye azért szinte a fél csapat elment és távozott, és ráadásul tényleg olyan játékosok, akik az előző évben meghatározóak voltak, és a sikernek az abszolút az alapjait letették. Úgyhogy ebből a nehéz szituációból úgy tudtuk átadni a csapatot, hogy nem volt kieső helyen,
a gárda, és azt gondolom, hogy sok olyan mérkőzésünk volt, amin azokon múlott, hogy bilehetett volna felénk is a mérlegnyelve, és a szakmából is azért megkaptuk a szakmától azt a visszajelzést, hogy igenis látszódott az, hogy mit szeretnénk játszani, látszódott az, hogy van egyfajta stílusa az a Zalaegerszegnek. Az, hogy mikor fordul át egy csapat eredményes vagy eredménytelen szakaszba, sokszor tényleg nagyon nehéz megmondani, hogy ennek mi az oka, és van, amikor értetetlen módon elindul egy negatív spirál, valamikor pedig megmagyarázhatatlan módon elindul egy csapat a sikerek útján. Én azt gondolom, hogy annál nagyobb felelősséget és jelentőséget tulajdonítanak egy edzőnek, mint amekkora szerepe van egy ilyenbe, és nem elveszem az érdemet a jogtól, vagy esetleg elveszem a terhet a rosszul teljesítő edzőkről, de egyszerűen így van. Tehát ez egy sokkal több összetevős történet és dolog. Ebbe azért nagyon sok tényezőnek és nagyon-nagyon sok szegmensnek stimmelni kell, és klappolnia kell, hogy ez jól működő legyen. És mindenképpen azt gondolom, hogy készen állunk arra, hogy a következő feladatba belevessük magunkat. Minket tényleg a munkajeltetés, és mindennapokat úgy töltjük el, amikor dolgozunk, hogy a csapat sikerei érdekében mindent megtegyünk. Nyilván az, hogy ez most mikor fog bekövetkezni, az nem csak rajtunk múlik. Azt mondod, hogy készen állsz a következő feladatra. Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Hát igen, ezek az időszakok arra jók, amikor az embernek nincs munkája, csapata, hogy kicsit még jobban fejleszte magát és tanuljon. Én mindenképpen szeretném a nyelvtanulást magasabb szintre helyezni, és szeretnék külföldre kimenni, akár tanulmányi utakra, akár egy picit a nyelvtanulás szempontjából is hosszabb időre, hogy nyilván ez függattól, hogy mikor találja meg az embert a munka, hogyha ha ez meg tud valósulni, de az mindenképp prioritás ilyenkor nálunk, hogy szeretünk külföldi csapatokhoz kimenni, kicsit megnézni azt, hogy náluk hogy folyik a napi munka, tanulni belőle, és belecsempészni a saját munkásságunkba olyan dolgokat, amit el lehet tanulni, el lehet lesni a fejlettebb és jobb futballkultúrákból. Emellett pedig nyilván a ilyenkor, amit mondtam is, hogy több idő jut a családra, barátokra. Azért, amikor az ember dolgozik, és a lakhelyétől 500 kilométerre van, akkor nehezebb ápolni az emberi kapcsolatokat. Úgyhogy ezek azok a dolgok, amik ilyenkor foglalkoztatnak minket. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és sok sikert kívánunk nagyon szépen a továbbiakban is. Köszönöm. Nektek pedig köszönjük a figyelmet, ennyi volt az egy az egy interjúnk, kövessetek minket a YouTube-on, ahol kommentelhetitek is a tartalmainkat, és ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon és a Twitteren is. Sziasztok!